tisztelt emlékező honfitársaim, nekünk 2022 magyarjainak ugyanaz a sorsunk, mint a márciusi ifjaknak. A magyar sors ez, ezt is mondhatnám, hiszen végigkíséri a történelmünket. Ma is olyan kihívásokkal nézünk szembe, amelyek ellentétesek a természet törvényeivel, és ellentétesek a józan ésszel. Veszélyben van a szabadságunk, veszélyben a függetlenségünk, veszélyben a biztonságunk, és veszélyben van a gyermekeink jövője. Mégis vannak, akik azt gondolják a békemeneten, hogy a legjobb, ha Győzike viszi a zászlót. Hát mi nem így gondoljuk. Az elmúlt két évben a világjárvány miatt a magyar emberek szabadságának olyan mértékű korlátozására került sor, amire a második világháború óta nem volt példa. Azt mondták a gyerekeinknek is, hogy még játszó térre sem mehetnek, mert itt van ez a koronavírus, és mindenkinek otthon kell maradni. Hogy ez mibe kerül, nem számít. Hogy mi lesz a gyerekeinkkel, nem számít. És most már látjuk mindennek az eredményét, mert az elmúlt két év azt eredményezte, hogy a gazdagok nyertek, a hétköznapi emberek pedig vesztettek. De aki azt hiszi, hogy vége van, az nagyon téved. Egyáltalán nincs vége a járványnak, sőt, még most jön a java, hiszen a WHO azt gondolja, hogy ők átmehetnek valami fajta világkormányba, és majd ők dönthetnek arról a saját nemzeti kormányaink véleményének a kikérése nélkül, hogy a jövőben milyen vakcinákat tesznek kötelezővé számunkra. A mi hazánk nem kér a WHO vakcináiból. És mit látunk? Mit láttunk az elmúlt két évben a járványkezelés kapcsán? A magyar politikában az egymással gyakran oly hangosan veszekedő Fidesz és balliberális tömb ugyanazt képviselte, valójában egy oldalon álltak, az óriás vállalatok és vakcinagyártók kiszolgálói lettek, és cserben hagyták a magyar embereket. De épp hogy kezd lecsengeni a világjárvány újabb hulláma Magyarországon, és beköszöntött a háború egy szomszédos országunkban, amely háború valójában nem Ukrajna és Oroszország háborúja, hanem az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország háborúja az új világrendről. Nekünk, magyaroknak a biztonságunk, az önrendelkezésünk, a békénk a legfontosabb ebben a háborúban. Nem fizethetjük meg mi annak a háborúnak az árát, amelyhez semmi közünk, és nem lehetnek a kárpátaljai magyarok a golyófogói egy olyan államhatalomnak, amely semmibe vette az ő alapvető jogaikat. És a háború kapcsán is mit látunk a magyar politikában? Hogy a balliberális oldal és a Fidesz egy oldalon állnak, Brüsszel és az Amerikai Egyesült Államok szolgalelkű kiszolgálói. Mert egy hónappal ezelőtt meldöngetve hangoztatta Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy nekünk nem kellenek amerikai NATO katonák, majd eltelt egy hónap, és Orbán Viktor aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy érkezzenek, állomásozzanak, ide települjenek Magyarországra amerikai NATO katonák. Nem kérünk belőlük. Az országgyűlés csütörtökön elfogadott egy politikai nyilatkozatot, amely tartalmazta azt is, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozását támogatják a magyar képviselők. Egyedül szavaztam nemmel erre a nyilatkozatra.
És ha nem lenne elég a világjárvány, és nem lenne elég a háború, akkor még itt vannak a kerítésünknél a migránsok, és itt kopogtat az LMBTQ lobby az iskoláink ajtaján. Senkinek ne legyen kétsége, ezeknek az a célja, hogy elvegyék a gyerekeink identitását. Hogy a mi gyerekeink ne tudják a választ arra a kérdésre, hogy kik ők. Mert ha a gyerek nem tudja a választ arra a kérdésre, hogy ki ő, akkor egy könnyen befolyásolható, fogyasztóvá zülleszthető. És valójában ez a céljuk. Mert az, hogy család, az jelent valamit. A család azt jelenti, hogy a gyereknek van egy anyja, aki nő, és van egy apja, aki férfi. És... hogyha ez nem így lenne, akkor az ő élete létre sem tudott volna jönni. A család azt jelenti, hogy az anyja és az apja őt szereti, róla gondoskodik. Enni ad neki, ruhát ad neki, játszik vele, tanul vele, ápolja, hogyha beteg, ellátja, hogyha balesetet szenved. És azt jelenti, hogy a szülei azok az emberek, akikhez bármikor fordulhat, ha az életben valamilyen nehézséggel kerül szembe. De két férfi, meg egy kutya, az nem család. És az, hogy nemzet, az, hogy mi magyarok vagyunk, az is jelent valamit. Ennek a szónak van tartalma. Ha én elkezdem mondani, hogy talpra magyar, ti mindannyian tudjátok folytatni. Mert mi magyarok vagyunk, és ez jelent valamit. És amikor március 15-éhez közeledve elmondjuk a gyerekeinknek a nemzeti dalt, akkor mi nem teszünk mást, mint megmutatjuk nekik azt a kultúrát, ami az övéké. Átadjuk nekik azt az értéket, ami az övéké. Megmutatjuk nekik, hogy mit is jelent magyarnak lenni. Jelenti ezt a kultúrát, ezt a származást, ezt az eredetet. És elmondjuk nekik, hogy hálásak vagyunk azoknak a magyaroknak, akik akár március 15-én, akár bármikor máskor kiálltak azért, hogy mi ma itt, ezen a földön magyarok maradhassunk. És ezeket az értékeket mi nem azért kaptuk, hogy elveszítsük őket, hanem azért kaptuk, hogy mi is továbbadjuk a következő nemzedékeknek. De ha az ember kimondja ezeket az igazságokat, akár a járványról, akár a háborúról, akár a migrációról, vagy az LMBTQ lobbiról, akkor rögtön megbélyegeznek minket, letiltanak minket, el akarnak hallgattatni. Amikor az országgyűlésben felszólaltam, és elmondtam, hogy az oltásoknak valójában milyen következménye van, akkor szimbolikus módon együtt esett nekem a KDNP és a DK képviselője. Mert ebben az elhallgattatásban, az elhallgatás szándékában is valójában ugyanazt képviseli a két nagy politikai tömb. De valamivel nem számoltak. Nem számoltak azzal, hogy nálunk van az igazság. És nem számoltak azzal, hogy mi erősek vagyunk. És azért vagyunk erősek, mert mi a gyermekeinkért küzdünk. Mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy család. Mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy nemzet. Mi tudjuk, hogy mi az igazság, és mi tudjuk, hogy az őseink hogyan küzdöttek a szabadságért. Az ő példájuk itt van előttünk, itt van bennünk. Megkaptuk ezt, mert mi magyarok vagyunk. Petőfi Sándor azt mondta, hogy folyvást küszködni kell, és nekünk is ez a sorsunk 2022-ben is.
Tegyük meg ezt mi, mindannyian, magyar édesanyák és édesapák a hétköznapokon is, és tegyük meg április 3-án a szavazófülkékben is. Idegen érdekek helyett válasszuk a mi hazánkat! Köszönöm, hogy meghallgattak!